Köszöntjük! Ön a baon.hu podcastját hallgatja. Köszöntöm stúdiónk vendégét, Gál Zsombort, a Híres Sport Nonprofit Kft. Marketing munkatársát. Szia Zsombor! Üdvözlöm a kedves hallgatókat és téged is. És hát beszámoltunk már a híreinkben, és olvashattuk itt az elmúlt napokban, hogy a Szabadidőközpont területén egy új vendéglátó helyettség épül. Mit tudhatunk erről? Így van, hát egy kicsit távolról indítva az egészet, ugye tavaly született egy megállapodás ezzel kapcsolatban, majd az év elején ugye megindultak ugye az előkészületi munkálatok, ugye a város részéről is, ugye a Híres Sport Nonprofit Kft. Részéről is, és ugye hát a vállalkozó részéről is. Azt lehet még tudni ezzel kapcsolatban, hogy napokban meg fog indulni a kivitelezés ennek a vendéglátóhelyiségnek a kiépítésére. Alapvetően ugye a francia pékség és cukrászda fog itt nyílni, péksütemények, croissantok, szóval ezek az igazi hagyományos francia péksütemények lesznek megtalálhatók, persze frissítő italok, kávék is majd megtalálhatók lesznek ebbe a vendéglátó egységben. Amely tehát akkor majd a napokban elkezdődik a kivitelezés, ha jól értem, hiszen most már akkor minden engedély, gondolom, megvan, ami ilyenkor kell, de hogyan képzeljük el, mekkora lesz ez a vendéglátóhely? Hát a vendéglátóhely méretét tekintve lesz egy 80 négyzetméteres terasz, ami egészen ugye a Szabadidőközpont tavára fog majd nézni, és ugye ott a vendégek ugye kényelmesen ugye fogyaszthatják a frissítő italokat és ételeiket. Helyileg ugye ott található meg, hogyha a Nyíri úton bemegyünk, a Nyíri úti bejáraton, ott balkész felől lesz kiépítve majd ez a terület. Fontos megjegyezni, hogy a büfét nem muszáj ugye a Szabadidőközponton belül megközelíteni, hanem kívülről is ugye igénybe lehet venni a szolgáltatásait. Tehát olyan kétoldali kiszolgálás, ha jól értem, van, akkor. Van, igen. Új vendéglátó egység épül a Szabadidőközpontban itt Kecskeméten, és a témában vendégünk a Híres Sport Nonprofit Kft. Marketing munkatársa, Gál Zsombor. Miért tartottatok fontosnak, hogy egy ilyen vendéglátó helyettséget építsetek a Szabadidőközpont területére? Igény is volt rá esetleg, vagy volt valami közvéleménykutatás, vagy milyenek a háttere? Háttere elsősorban az lenne, hogy itt a Szabadidőközpontban minél inkább szeretnénk bővíteni itt egyrészt a sportolási mozgás lehetőségeket, de másrésztről azért a vendéglátókat és a különböző szolgáltatások számának bővítését is azért szeretnénk minél inkább fejleszteni, mert hát ugye azért a mozgás után az ember azért egy jó croissantra szerintem szeretne betévedni egy ilyen francia pékségbe. Vagy ha csak nem is mozgunk, mármint úgy mozgunk, az a mozgás most hirtelen az edzésről jutott eszembe, de hát sétálhatunk is. Így van egy jó séta után, és úgy gondolom, hogy azért egy pékségbe betérni azért frissítő lehet. Hát szeretnénk ugye minél inkább megnövelni a látogatottságát is a Szabadidőközpontnak, hiszen azért ez a város szívébe helyezkedik el ez a Szabadidőközpont. Másrészt meg ugye a Széchenyi városhoz közel, ahol ugye ez a legsűrűbben lakott városrészünk itt Kecskeméten. Mikor kezdődnek el a munkálatok, illetve azt is kérdezhetem, hogy akkor meddig tartanak, mikor lesz kész ez a vendéglátóegység? Hát reményeink szerint persze én most így nem beszélhetek ugye a kivitelező nevében. Napokba fog megindulni ez a munkálatok ezzel kapcsolatban, és várhatóan szeptember 30-án lesz a nyitás. Reméljük akkor már tud fogadni ez a vendéglátóegység ugye vendégeket. Hát akkor őszre kinyit, mondhatni. A nyitvatartásáról mit tudhatunk? Tehát amikor látogatható a Szabadidőközpont, ugyanúgy tart nyitva is? Így van, ugyanúgy tart nyitva, másrésztről pedig reggel 7 órától este 7 óráig vehetik ezt igénybe. Ugye annyira nem szorítkozik a Szabadidőközpont nyitvatartásához, hiszen ugye az utcafrontról is megközelíthető. Új vendéglátó egység épül a Szabadidőközpontban itt Kecskeméten, és a témában vendégünk a Híres Sport Nonprofit Kft. Marketing munkatársa, Gál Zsombor. Hogy hogyan is képzeljük el ezt az új vendéglátó egységet, hogyan néz ki? Itt a rádióban persze beszélhetnénk róla, de nagyon egyszerűen megnézhető a látványterv. Közzétettétek? Így van, elérhetőek a pékségnek a látványtervei. Egyrészt a Szabadidőközpont weboldalán, másrészt a Facebook oldalon is megosztottunk ezeket a látványterveket, úgyhogy ott lehet látni, hogy nagyjából hogy fog kinézni ez a pékség és cukrászda. És mit tudhatunk még erről a vendéglátóhelyettségről? Arra gondolok, hogy nem az, hogy miből készül, vagy milyen anyagokat használnak, de jól tudom, hogy akkor napelemek is kerülnek kihelyezésre? Így van, hát azért a Szabadidőközpont azért egy környezeti kincs, főleg itt Kecskeméten, én úgy gondolom. A fenntarthatóság jegyében ugye napelemekkel és hőszivattyúval lesz felszerelve ez a pékség és cukrászda.
Hát gondolom a munkálatok kisebb zajja járhatnak, úgyhogy a környéken lakóktól türelmet kérünk akkor a következő napokban. Így van, mi is azért törekszünk itt a Hírősport részéről azért, hogy minél kevesebb kellemetlenséggel járjon ez a kivitelezés, de azt gondolom, hogy elkészül, akkor ott a Széchenyi városban élők és egész Kecskeméten élők majd ki fogják élvezni ennek a remek cukrászának és pékségnek a szolgáltatásait. Hát kíváncsian várjuk akkor, hogy hogyan is majd néz ki, és a munkálatokat figyelemmel követhetik, akár a kecskemétiek, hiszen elég forgalmas a Nyíri út manapság, amióta az Izsáki út ugye le van zárva, úgyhogy nagyon köszönöm, Zsombor, hogy eljöttél, és mindezt elmondtad nekünk. Én is köszönöm a lehetőséget.